zenés műsorra készült a gyerekeknek a Dombóvári Művelődési Ház a Városi Farsangon. Az Életve Nagy Családos Egyesület, valamint a Földi István Könyvtár kézműves foglalkozással várta a családokat. Fontos az évelén a farsangi időszakban, hogy mi is készüljünk. Attól függetlenül az óvodák, az iskolák természetesen megtartják önállóan a farsangjukat, de mi azért itt a város lakosságát hívjuk, és hát örülünk, hogy elég szép számba érkeztek most is. Először kezdődött a beöltözötteknek, a jelmezekbe öltözöttek felvonulásával kora délután, aztán a zsűri előtt is felvonultak, aki visszavonult, hiszen a Vattacukor zenekar adott egy remek koncertet. A zsűrinek egyébként nagyon nehéz dolga volt, hiszen több volt az a jelmez, amit otthon készítettek a szülők, családok is beöltöztek, tehát igazán nehéz dolog volt, és egész pici, két hónapos, meg egész pici gyermekek is voltak, de voltak nagyobbak is, szerencsére felsősök is. A koncert után meg volt az eredményhirdetés, tortákat kaptak ajándékba, illetve külön díjat is, amit az Életve Nagy Családos Egyesület ajánlott fel. De hát még nincs vége a bulinak, most lehet hallani, hogy az itt meghívott Bohócnak van egy interaktív műsora, utána lufi hajtogatás következik, ami nagyon népszerű a gyermekek közében. De természetesen a már hagyományosnak mondható kézműves foglalkozásokkal is vártuk a gyerekeket. A Földi István Könyvtár munkatársai, az Éltes Kávézó tagjai és a Nagycsaládos, az Életve Nagy Családos Egyesület készült kézműves foglalkozással. És ha lement a program, akkor senki sem marad éhen és szomra, hiszen a dombavári székely kör már fönt az emeleten süti a finom fánkokat, a műfáz munkatársai pedig teával készülnek, tehát ezzel szeretnénk majd zárni a programot, de természetesen ameddig itt vannak a gyerekek, addig mi is itt vagyunk a nap folyamán. Hát én azt gondolom, hogy ahogy említettem, örülünk annak, és a zsűri is díjazza azt, hogyha a szülők készítik, vagy anyuka, vagy apuka jelmezeket, hiszen ez már azt jelenti, hogy összeül a család, eleve ad egy ötletet, vagy apuka, anyuka, vagy a kisgyermek egy kedvenc sorozata, és ha már össze tudnak ülni, vagy közösen dolgoznak rajta, akkor kreativitás, együtt van a család, el kell jönni felvonulni. Azt is láthattuk, hogy lehet, hogy az óvodában a legrosszabb gyerek, aki rálép a másik lábára, itt abban a pillanatban a zsűri elé kell állni, egy kicsit megszeppen. Tehát ezt is tanulják egy picit, hogy ki kell állni valaki elé, föl kell vállalni azt a jelmezt, amiben készülnek. A gyermekek számára a legnagyobb boldogságot az jelentette, hogy felvehették kedvenc mesefigurák jelmezét, és önfeledten mulatoztak a város rendezvényén. A szülők örömmel kísérték el csemetéjüket a közösségépítő programra. Neki most az első farsangja, tavaly nekik volt az első farsang, úgyhogy egy nagy élmény nekünk, mert a pici még nem járó biba, úgyhogy neki is, hogy végre beöltözhetett, élveztük, úgyhogy igen. Örülök a lehetőségnek. És miért pont ezeket a jelmezeket választottál? Hát a szuperhős mánia az a nagyfiúnál kitart, az ő. A kis az igazi kis Csarci, ő neki most ez a unikorn is a kedvence. A picit meg, hát ő az én döntésem volt, hogy legyen akkor kis tigriske, és akkor így. A mulatozás mellett nem maradhatott el a fánk sem, melyet a dombóvári székelykör tagjai készített el a résztvevőknek. Közel 200 darab fánkot sütünk, és a végén, amikor az eredményhirdetés megtörtént utána, akkor fogjuk odaadni a gyerekeknek. Ezt mi sütöttük, mi dagasztottuk, mi gyúrtuk, szaggattuk, sütjük, úgyhogy nagy élvezettel. Hihetetlen mennyiség. Egyébként nagy családom van otthon, de ennyit nem sütöttem még kint most. Ha Székely asszony süti, akkor Székely recept. Ennyi Székely asszony süti, akkor csak Székely recept. Egyébként közösen megbeszéltük, hogy mit ki, hogyan szoktam, meg mit szoktunk belerakni, és együtt dagasztottuk az Ildikóval, a Papni László Ildikóval. A Hella Ildikó, ő keverte a tojást a porcukorral össze, meg a citromhéjával, meg a rummal, úgyhogy csapatmunka volt. Hát a lekvár, ez egy különleges lekvár, tavaly voltunk Tevelen, minden évben szoktunk menni lekvárfőzésre a tevei székelykörhöz, és ott akkor a dombovári székelyek ezt a lekvárt főzték, és azt tesszük most bele a fánkba. Igazi, eredeti, finom, barackból készült baracklekvár, ez az igazi. A zsűri a jelmezeket tortával díjazta, ami több gyereknek is elnyerte a tetszését.